Éppen Még kicsit ezt lett kisebb. volna érdemes elmondanom, hogy 401-es a rajtszám, és ugye a Spártatlanon 400 induló van. Szia, Réka! Köszönöm szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívást. Ez Szia, már egy... szia! Én is Már egy... köszönöm a meghívást. Már egy második lehetőséggel beszélgetünk, de nekem már a fejemben van a harmadik is, majd lesz ennek folytatása. Ebben a körben azt találtam ki témának, örök téma lesz szerintem maga a Spartatlon az ultrafutók körében. Ez egy ikonikus verseny nekünk. Én is szeretnék majd egyszer eljutni, majd ha esetleg megérek rá, meg nem is lesz ekkora gond a versenyszervezésem, mint most. Úgyhogy erről szeretném, hogyha beszélnél, Erika, hogy maga ez a verseny, ezt hogy kell elképzelni a felkészüléstől, a kvalifikációig, a verseny hete, hogy néz ki, az odaérkezés, kifejezetten a rajt, az egy külön élmény lehetett. Aztán maga a verseny szakaszonként, hogy hogy élted át, milyen jellegzetességei vannak, és a végére a beérkezés. Milyen az, amikor azon a hosszú egyenesen végigfut az ember, és mindenki csak neki örül. Ezt szeretnénk hallani. Hát így a végével kezdve az én évemben ez nem így alakult, mert hogy akkor olyan vihar volt, hogy senki nem volt az utcán rajtam kívül. Ó. Hát így el is tévedtem, meg szóval, hogy mindent, mert hogy nem volt az utcán ember. Na mindegy. Így akkor hogy köszönöm szépen a lehetőséget. Hát akkor így az elejéről kezdtem, hogy hát nyilván most is tudom, hogy sok futónak ez a hatalmas nagy álma a Spártatlon, így Magyarországon mindenképpen nagy az ázsiója neki, úgymond, aminek azért van is alapja, mert nekem is hatalmas élmény volt valóban. Hát viszont ugye emiatt most már egyre nehezebb kijutni, mert egyre több ember szeretné teljesíteni, egyre több mindenkinek megvan a kvalifikációja, sok mindenkinek megvan az egyenes bejutáshoz is a megfelelő eredményei. Ugye megvan, hogy melyik, tehát hogy a bizonyos eredménynek a hány százalék kánál kell jobbat teljesíteni, hogy valaki automatikusan bekerüljön, és ezen most szigorítottak ugyan, de hát Magyarországon azért olyan futók jelentkeznek rá, akik közül sokaknak megvan, és betöltik a helyeknek teljesen jogosan és megérdemelten nyilván, de hogy betöltenek bizonyos számú helyeket, és a többi helyre pedig sorsolnak azok közül, akiknek megvan rá a kvalifikációjuk, és hát ezek az emberek vannak egyre többen, tehát már lassan, nem tudom, olyan nehéz oda bekerülni, és olyan mászik el hozzá, hogy én azt gondolom, hogy én is fel is adtam ezt a dolgot így mostantól, tehát nem fogok erre így rágörcsölni, meg semmi. És nagyon, és áthangoltam magamban ezt úgy, hogy én kint lehettem, megcsinálhattam, meg is csináltam, és mindegy, hogy milyen idővel, meg hogy, de megcsináltam, és ez már az enyém, és nem is hajkurászok egy második alkalmat, most egyelőre így döntöttem. Hát a kikerülés az úgy zajlott, hogy kellett hozzá ugye kvalifikációs verseny, de ezeket nem azért csináltam, hogy a Spártatlonra kijussak, hanem ezek szintén nagy álmok voltak, hogy megcsináljam őket. Ugye az Ultra Balatont
jelöltem be talán elsőre. Tehát egy ilyen kis CV-t kell nekik küldeni a versenyeiddel, és akkor én ide többet is beírtam, amikkel kvalifikálhattam volna rá, tehát az UB, a nem is tudom, mi volt még, igen, a 100 kilométeres verseny, ilyen ott 9 órát mentem, azzal, meg ilyen 12 órás, meg szóval több versenyt is beírtam ide, amik önmagukba is elegek lettek volna. Persze ettől nem lesz több az esélyed, csak így mindent beküldtem inkább, ilyen nagyon jó diákként, és izgalmas volt nagyon várni azt, hogy bekerülünk-e a sorsolást, és hát azt láttam, hogy nem kerültem be, tehát mikor februárban volt sorsolás, akkor nem kerültem be, hanem erre a egy úgynevezett várólistára kerültem, viszont ott második vagy harmadik voltam, tehát volt azért rá esély, hogy valaki esetleg visszamondja, csak nagyon rossz volt így úgymond erre várni, hogy ilyen kihalásos alapon az ember bekerüljön. Ez nem engem, ez kikészített kicsit, hogy most arra várjuk, hogy valaki lesérül, vagy nem tud fölkészülni. És hát ez sokáig amúgy ott is voltam a kis várólistás helyemen, és még májusban is, mikor be kellett fizetni a nevezési díjat, még akkor is azt hiszem mindenki befizette. Tehát, hogy így nem volt úgymond kieső ember. És aztán egyszer csak augusztus legelején, tehát ugye a spártatlon mindig szeptember utolsó pénteke, augusztus elején jött egy e-mail, a telefonom kijelezte, hogy a spártatlon admintól jött egy e-mail, hát mondom, biztos az, hogy majd jelentkezek jövőre is, vagy nem tudom. És hát azt küldték, hogy hát akkor bekerültél, fizess be a nevezési díjat, és várunk szeptemberben. Na most így augusztus elején ezt így megtudni, úgyhogy nem is készült rá az ember, tehát lefutottam májusban az UB-t, és akkor aztán így hát teljesen le voltam ugye döbbenve, fölhívtam gyorsan mindenkit, hogy mit csináljak, elmerjek-e menni, nem merjek. A legtöbb, hát néhány embert kérdeztem azért meg, akik úgymond hozzám közel állnak, illetve az akkori edzőmet, és mindenki úgy próbált engem leterelgetni erről az útról, hogy még nem, majd jövőre, meg jobban, majd fölkészülök rá, és akkor több időm lesz, és nem tudom. És futottam egy nagy szénáskört, hát szerintem elmondhatom, nem hiszem, hogy bánya, a Lubit Szilvivel, és annak az elején eldöntöttem, hogy én ezt a problémát itt felvetem a Szilvinek, és azt fogom csinálni, amit a Szilvi tanácsol, ha egyáltalán tanácsol valamit, és ő azt mondta, hogy hát, már bocsánat, így mondta, hogy hát menjél, hát ki tudja, lesz-e még ilyen az életben, hát menjél. És tényleg, és hát ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert igen, valóban azóta ugye nem is lett volna lehetőségem, tehát most ugye a következő évben is jelentkeztem rá, és a várólistának a legaljára kerültem körülbelül, vagy közepén túlra, tehát hogy esélytelen, és ugye most Covid is volt, tehát elmaradt, tehát hogy most 2 évig úgymond esélyem nincs tutira, és ezért, hogyha nem mentem volna akkor ki, akkor az nagyon rossz lett volna, mert nem kerültem volna azóta be tulajdonképpen. És akkor, na, akkor gyorsan intézni mindent, összeszervezni, gyerek, nem tudom,
szóval nem volt egy egyszerű időszak, plusz el kellett kezdeni rá, ezerrel felkészülni, hogy ugye augusztust azt megnyomni, hogy szeptemberben már ott a kifutó időszakban már rá lehessen pihenni a versenyre, tehát azért spártatlanra így 6 hét alatt fölkészülni, az nem egy egyszerű történet, és nyilván persze készültem előtte az Ultra Balatonra, tehát most azért nem a nulláról, de jobb lett volna, ha tudom korábban, és akkor azért több időm lett volna így felkészülni. És az akkori párommal, ráadásul kimentem az UTMB-re augusztus végén, és az UTMB-n, tehát ott a hegyek között próbáltam a spártatlanra fölkészülni, úgyhogy mindenféle programok voltak, meg őt is mentünk kísértük a versenyen, és akkor olyan edzéseim voltak, hogy egyik nap 2 óra, 3 óra, 2 óra, 3 óra, 2 óra, 3 óra, 2 óra, 3 óra, így szünet nélkül. Úgyhogy hát húzós volt, ez így a legjobb szó rá, de túlélhető, és nagyon eszméletlenül motivált voltam, de nagyon feszült időszak volt ez, tehát, hogy meg aztán megmondani azoknak az embereknek, akik nem annyira tanácsolták, hogy menjek, hogy mégis megyek, és akkor ők nyilván, hogy na, szóval, hogy így voltak ebből konfliktusok, hogy így mondjam. De most már nem bánom egyáltalán, hogy ezt így döntöttem, és megléptem, és kimentem, mert egy hatalmas élmény volt. Nem is tudom, hány nappal előtte utaztunk ki, egy 4-3-4 nappal előtte, és a Hotel Londonban szálltam meg, ahol a nagyobb részt a magyarok is, ott együtt reggeliztünk, és hát nekem egy hatalmas élmény volt ott olyan ultrafutók között, Lőv Andris, Blaskó Misi, ugye Bódis Tomi is ott volt, már akkor ment ki először, és akkor következő évben nyerte meg, ugye Zsuzsival, szóval, hogy Simonyi Balázs, szóval, hogy így velük ott reggelizni, mert szürreális élmény volt, így nem értettem, hogy mi a fenét keresek én. Na, de hát nem kell szerénykedni, te is ebbe a körbe tartozol. Hát, de én akkor tényleg így, nem tudom, nagyon-nagyon érdekes volt, és iszonyatosan boldog voltam, hogy ott lehetek. A Vágó Bogival voltunk egy szobában, na, és nagyon jó volt a hangulat. Akkor a kozmatesók voltak ott, nem tudom, lilára lapozta a körmüket, mert valamit fogadtak a hankával, a Evetovics balla hankával, hogyha kijut a spártatlanra a Zsolti, akkor lilára körömlakozzuk a körm, vagy körömlakozza a körmét, és akkor előző este, spártatlan előtti estén átjött, hogy hát ő nem tud körmet lakozni, segítsek neki. Szóval ilyen, tényleg azt gondolom, hogy próbáltuk így oldani a feszültséget, inkább így mondanám, hát nyilván, hogy eszméletlenül ideges voltam, eleve összepakolni egy ilyen versenyre, hát az sem egyszerű, meg ugye repülővel mentünk, akkor, hogy minden beférjen. Én olyan vagyok, hogy túlpakolok, tehát ilyen női dolog talán, és akkor ugye összép kellett húzni a mindent, és az utolsó pillanatban raktam be olyan dolgokat, amik ott életmentők voltak, mert hogy ugye spártatlan az egy meleg verseny szokott lenni, tehát ott általában azzal küzdenek a futók, hogy hőség van, és hőgutát kapnak, meg napszúrást, meg ilyen dolgokat.
Na most mi már láttuk, hogy fog esni az eső, azt nem tudtuk, hogy mennyire, tehát kellett készülni meleg időre is azért, mert azért nehezen volt hihető az, hogy az mondjuk egyáltalán elmarad, hogy tehát egyáltalán nem lesz meleg, tehát azért melegre is készülni kellett, de ilyen esős időre is, és például hőálló fóliát az utolsó pillanatban így bedobáltam, mondom, végül is elfér, és hát ott, ha az nem lett volna, megfagyok, vagy nem tudom. Tehát, hogy az órákon át futottam hőálló fóliában, hallgatva annak a susogását, és ez is jó volt. És hát ott már, mikor a helyszínen már ott kezdték rebesgetni, hogy hát ez azért nem egy kis eső lesz, hanem itt konkrétan egész nap esni fog az eső, és ilyen hurrikán jön, valami medikán, amitől az emberek féltek, meg bezárkóztak, mi meg akkor mentünk kifutni. Tehát így volt ilyen kis tájékoztató is előtte, és akkor ott mondták, hogy hát vigyázzunk, hogy a hegyen ne csúszunk majd meg a hatalmas esőben, mert ott le lehet esni, meg minden, és akkor így nevettek rajta, hát nem tudtuk, hogy álljunk ehhez a dologhoz, sírjunk, nevessünk, de mindegy is volt, összeraktuk a cuccokat, és akkor így másnap reggel pedig ott voltunk reggel 7-kor az Akropolis, azt hiszem reggel 7, igen, Akropolis lábánál, ugye ez a klasszikus, hát az is olyan élmény volt, hogy ugye én ilyen YouTube videókon néztem 8 milliószor az motivációs videókat, és akkor néztem, hogy úristen, ott állni az Akropolisnál, ez mennyire izgalmas, meg ugye ott a magyarok csinálnak egy csapatfotót, és én is ott voltam a csapatfotón, és nagyon-nagyon jó volt, de hát előtte lenni az egy nagyon eszméletlen feszült állapot, főleg aki így izgul versenyek előtt, én egy félmaraton előtt is halálra izgulom magam, nem, hogy spártatlan előtt, és az volt már jó, amikor, tehát amint visszaszámoltunk, és elindultunk a sötétben, csak az Akropolis volt megvilágítva, és akkor ott átfut az ember Athén belvárosán, mint egy ilyen morning run, így ott vannak az autók, le van zárva egy-két rész így miattunk, akkor nem tudod eldönteni, hogy ott a péntek reggeli csúcsforgalomban azért dudálnak az autók, mert szurkolnak a spártatlan indulóknak, vagy azért, mert már megint le van zárva a város a hülye futók miatt, tehát, hogy ilyen az eleje, tehát, hogy olyan semmi extra, tehát ott fut az ember a városban, akkor ott beszélgettem picit a Löw Andrissal, hát ez mondjuk úgy azért extra, spártatlanon ott közben beszélgetni vele. Így elmondta azt, hogy melyik fánál egyszer adta föl, vagy talán azóta szegény még egyszer, de hogy melyik fánál adta föl, és hogy mindig, mikor elmegy a fa mellett, akkor mire gondolnak. Szóval ezek ilyen nagyon nagy élmény volt. És aztán elérkezett egy darabig még ott beszélgettem magyarokkal, aztán ők gyorsabbak voltak, nekem meg volt, hogy én mennyivel fogok futni az elején, aztán utána már ez egy idő után már részletkérdés, tehát csak az elején számít ez. Nekem legalábbis az én szintemen, ugye Tominak biztos, hogy meg volt, hogy hol mennyivel fussa, de én örültem, hogy megcsinálom. És akkor elérkeztünk ugye az olajfinomítók mellé, ott már esett az eső, ott már így azért esegetett rendesen, még mikor elindultunk, még csak úgy be volt felhősödve, és ott az olajfinomítóknál ugye van, aki utálja a szagát, van, aki szereti, én nekem kifejezetten kellemes volt, nem tudom miért, és ott már elkezdett esni az eső, akkor elfutottunk a tengerparton, ahol a felborult hajó van, és
És az is, szóval, hogy elmoziztam valahogy, tehát az még úgy jó volt, picit esett az eső, de nem volt vészes, és aztán egy idő után jöttek öcsiék, hogy vegyenek-e kukászsákot nekem valahol. És mondom, van nálam ilyen esőkabát, meg ilyesmi. Tehát ott már éreztem, hogy ők hallgattak időjárás jelentést, csak nem akarták mondani, hogy mi vár ránk, és hát megérkezett az eső, és onnantól kezdve a végéig, tehát nem kicsit esett, hanem úgy ömlött. Tehát konkrétan ömlött az eső, és akik hamar beértek, nekik nem jutott abból a medikámból, amiből nekünk a 30 órán túliaknak, hát nekem 4 óra, vagy 4,5 óra jutott olyan viharból, hogy még életemben nem láttam ilyet, tehát hogy brutális volt, de minden is visszamegyek oda, hogy még ilyen napközben az olajfinomítók mellett elfutottunk, meg aztán előtte volt... Bocsánat, csak egy kérdés, nem akarok megszakítani a gondolatmenetbe. Nem volt annyira nagy a vihar, hogy esetleg elgondolkoztak volna azon, hogy leállítsák a versenyt? Hát ezek szerint nem. Tehát biztos, hogy elgondolkoztak rajta, de úgy tűnik, hogy ez nem haladta meg az inger küszöbüket, úgy, mint mondjuk egy COVID. Tehát, hogy ugye még eddig nem maradt el spártatlan 83 óta soha, és kivéve idén sajnos, de hogy ugye abban az évben jött az a nagy vihar, hát azt csinálták, hogy akit úgy nagyon fújdogált a szél, meg befújt az árokba, meg ilyesmi, őket kiszedték. Tehát grasszált egy busz, amikor ez a legnagyobb vihar volt, és akkor a kis japán lányt, meg nem tudom, tehát akiket tényleg elfújt a szél, szó szerint meg nem bírták tartani magukat, őket kiszedték, és mondta, nem záró busz volt, de elültették erre a buszra. Én mindig, mikor jött a busz, akkor összeszedtem magamat, és így integettem, meg oké, meg minden rendben van, hát azért úgy belül nem mondom, hogy nem féltem néha, de így összeszedtem magamat, és de hát még ezelőtt is ez a olyan szinten szakadt, tehát akkor még nem volt ez a nagy szél, meg hurikán, egyszerűen csak ömlött az eső, de úgy, hogy szó szerint térdigérő pocsolyákunk gázoltunk át, tehát először még, emlékszem, volt egy lány, aki így nevetett, hogy nem lehetett kikerülni a pocsolyákat, tehát olyan volt az út, hogy nem volt mellette hely kikerülni a pocsolyát, és még így röhögött is, hogy ez mekkora fán itt átmenni ezen a pocsolyán, és én már mondom, hogy szerintem így mondjuk 3 óra múlva már nem biztos, hogy ennyire így fogja így megélni ezt a dolgot. Tehát igazán volt, mert aztán láttam őt utána így bosszankodni, tehát az se volt semmi, hogy igazából minden egy csurom vizes lett, tehát, hogy ott nem volt mit tenni, és nem lett volna értem át öltözgetni újra, meg újra sem, mert hogy ezek ilyen 1 kilométerenként jött egy olyan pocsolya, amitől mindened vizes lett. Fölülről kaptad az égből az esőt, alulról, meg a pocsolyákat. És akkor ott viszont már így, én nagyon szerettem az éjszakát, mikor így egy ilyen ultraversenyen így rácsötétedik. Van, aki fél tőle, meg tudom, elálmosodnak, én meg azt szeretem, tehát valamiért az olyan, én nagyon jól tudok éjszaka így haladni, meg szeretem. Elkezdett besötétedni, és fölvettem egy ilyen nejlon esőkabátot, ami igazából ilyen pár száz forintért vesz az ember. Nálam volt mindenféle márkás esőkabát, azok átáztak hamar. Tehát
ez meg nem ázott át, még akkor annyira nagyon hideg sem volt, végig rövid nadrágban voltam, a segítőim ki voltak ezen akadva, de úgy éreztem, hogy a hosszú nadrág az átvizesedik, az sokkal hidegebb és rosszabb, mint a rövid nadrág. Nál ott a bőre van ott az embernek, arról mindig így lesöpörtem a vizet, és akkor úgy nem fázott annyira, mint egy hosszú nadrágnál, hogyha az ott átázik, és nehéz lesz, és kidörzsöl, és nem tudom. Rövid nadrágban voltam, meg ilyen esőkabátban, és akkor éjszakot mentünk a görög falvakon keresztül, de hát elmaradt az a nagy, hogy mondjam, amiket így klasszikusan mondanak a spártatlanról, hogy mindenhol így fogadnak, meg úgy fogadnak, meg de egy falu volt, ahol jöttek gyerekek ilyen aláírás gyűjteni, ahol épp jó volt az idő, de egyébként se kutyák, se gyerekek, se emberek, tehát hogy ilyen spártai körülmények voltak, tehát tényleg ez az ember ott magában volt, bár nagyon-nagyon sűrűn vannak frissítőpontok, ami amúgy a spártatlannak előnye is, meg hátránya is, mert ugye hajlamos vagy esetleg elidőzni ezeken. Én próbáltam így mindegyiken nagyon gyorsan túlmenni, és a Korinthoszt nem mondtam. Igazából Korinthosz a olajfinomítók után volt, nem tudom hány kilométerrel, ugye 81 kilométernél van Korinthosz, az biztos. Hát azt is fantasztikus élmény volt így meglátni, és ott is egy kis időt eltöltöttem, de hamar mentem tovább, nagyon-nagyon jó állapotban értem be, ez külön olyan, úgy dobott rajtam egyet, hogy hát így értem ide Korinthoszra. Ja igen, korinthosz.hu-n elindultam augusztus elején itthon, ilyen felkészülési versenyként, és nagyon-nagyon rosszul sikerült, úgyhogy én itt meg voltam ettől ijedve eléggé. Nagyon rosszul lettem a Korinthoszon, itthoni Korinthoszon, és ott meg semmi. Szóval ott így igazából megláttam, örültem, fantasztikus volt, és mentem tovább. Revansot vettél. Abszolút úgy érzem, és hát jobb, hogy így történt, mint fordítva. Igen, úgyhogy akkor 80-nál teljesen jó állapotban voltam, semmi bajom nem volt, és akkor ott éjszaka, eljött az éjszaka, eljött a hegy, hát nagyon, ott már nagyon-nagyon rossz idő volt, tehát iszonyat vihar, fújt a szél, tehát nem a hegyen fönt, ahol mondják, hogy mindig rossz idő van, hanem lent. Fönt a hegy tetején konkrétan ilyen havas eső esett, meg viharos szél. Remélem, a Lővandrissal sétáltunk, amúgy nem is a hegy, az nem annyira durva. Tehát, hogy az kicsit az túl van misztifikálva, az egy, nem tudom, Pilisbe is van olyan. Tehát, hogy semmi nagy extra dolog nincsen ott. Ami durva, előtte 30 kilométer szerpentin. Tehát ez a pont olyan, hogy úgy tudsz rajta futni, de így kifáraszt, kikészít. Tehát legalábbis engem biztos. Tehát, hogy fölfelé szerpentinen 30 kilométer, meg ugye előtte lefutsz már, nem tudom, 800-at, vagy ilyesmi. És akkor, mikor oda fölérsz, akkor ott a hegy. Én azt kifejezetten vártam egyébként, és tök jó is volt. Tehát ott semmi. Ja igen, és ott a szerpentinen beszélgettem a Lővandrissal, ott pont összeakadtunk, és akkor kérdeztem, hogy na ez a hegy, ez tényleg olyan durva, és akkor mondta, hogy nem olyan durva, meg hogy szoktál futni terepen, akkor nem lesz semmi, nagyon hamar fölérsz. Mondom, oké, én lefelé nem szeretek menni terepen, én nagyon félek. És akkor mondta, hogy lefelé is egy szekérút. Na most lefelé nagyon... Nekem az nagyon nehéz volt, tehát fölfelé tényleg fölértem hamar,
indultam is tovább, és lefelé meg ilyen csúszós köveken mentünk le, ugye eső is esett, a fejlámpám az én nagyon gyatra volt, ezt bánom, hogy nem egy jó fejlámpával mentem, ez ott nehéz volt, de onnan is leértem, és akkor mentem tovább, az éjszaka az így eltelt, és előző nap mondta a Marán Zsuzsi, most már, hogy így haladjak is tovább gyorsabban, hogy a hajnalban, ha meglátod, vagy reggel a tajget oszt, hát az valami csodálatos. És emlékszem, hogy már reggel volt, és akkor már előjött ez a csonthártya gyulladásom, nagyon fájt a lábam, és hogy gyalogoltam, és jött a Zsill, aki itt Magyarországon szintén egy ilyen híres, ikonikus személy, ugye az ultrában is szerepel, meg Ultra Balatonon mindig elindul, és akkor vele ott egy picit ott gyalogoltunk, és hát ő gyalogolt, én meg futottam, és ugyanúgy haladtunk, mindegy. Ezt így el is szeretném felejteni. És akkor mondtam neki, Zsuzsi mondta, hogy itt kéne lenni a tajgetosznak, és mondta, hogy itt is van, csak hát, hogy nem látszik belőle semmi, és hát tudom, sehol egy nap felkelte meg tehát, hogy semmi nem volt. Akkor kicsit elcsendesült az időjárás, ilyen vihar előtti csend volt, na és utána jött ez a medikán, ami... Hát ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen kis görög falvakban a háztetőről a cserepeket így az arcom előtt estek le, és így a földön így szétcsattantak, és akkor arra gondoltam, hogy nekem itthon van egy 6 éves gyerekem, és nem kéne így itt vége lenni, viszont vissza volt, nem tudom, 20-30 kilométer, egy spártatlanon, tehát ez egy óriási, ilyen kicsit azért ilyen belső dilemma volt, hogy most szó szerint mondom, nem túlzok, tehát hogy az életem, mert most így féltsem annyira, hogy beüljek az autóba és feladjam ezt az egészet, vagy pedig hiszek abban, hogy itt nem lesz semmi baj, és végigmegyek. És végül is ez utóbbit választottam. Aztán megláttam, hogy 10 kilométerrel a cél előtt van egy benzinkút, ahova így beszoktak menni az emberek így átöltözni, az úgymond a befutó ruhába, akinek van ilyen. És hát én egy hosszú nadrágot, addig rövid nadrágban voltam, de akkor már nagyon fáztam, és akkor egy hosszú nadrágot mentem be átvenni, és ott amire ki van írva a benzinkút előtt, hogy mennyibe kerül a benzin, ez a nagy tábla, azt így kicsavarta a szél, el volt dőlve, és nem volt az egész faluban áram, és bent sem volt, és oda bemenekültek, rengeteg ember volt, de bemenekültek az emberek a vihar elől, de akkor meglettek új, futó, meg nem tudom, akkor mindenki ott körülugrált, tök aranyosak voltak, és csináltak nekem egy gyertyát egy boros üvegben, betettek a WC-be, és ott kellett átöltözni, de annyira fáradt voltam, akkor megfáztam, hogy attól féltem, hogy felgyújtom magam, így emlékszem, ettől féltem, hogy biztos, hogy itt a ruhámat úgy sikerül átvennem, hogy felgyújtom magam, és mondom, milyen hülye halál lesz, hogy itt túléltem itt a vihart, és na mindegy, szóval az ember ilyeneken gondolkozik, mert ott szerintem nem egészen van rendben. És akkor aztán ugye ezt túléltem, és onnantól egy 10 kilométer volt vissza, hát azt úgy, az brutális volt, ez a 10 kilométer, hát az nem, futást nem tartalmazott, mert már nagyon-nagyon fájt a lábam, ez a csonthártyagyulladás. Hát ott ilyen tempósan gyalogoltam, néha bele-bele futottam, és előttem követtem, ment egy japán fickó, és akkor gondoltam, hogy ő is ugyanoda megy, mert ilyen futástartása.
És akkor így, mert jelek addig amúgy voltak végig ilyen jelek felfestve az útra, ez a sárga nyíl, és akkor SP, és onnantól már nem voltak jelek, mert arra számítanak, vagy arra számítottak, meg az szokott lenni, hogy ott az utolsó 10 kilométeren már állnak kinn az utcán az emberek, és te ott mész köztük, és ünnepelnek, és hát ott már nem tudsz eltévedni. És emiatt jelek sem voltak fölfestve, én meg még nem jártam arra, és így nem tudtam, hogy most eltévedtem, vagy hol van már az utca, és csak arra tudtam gondolni, hogy hol van a szobor, hol az Istenben van, mert szerintem túlmentem, és hogy eltévedtem, és az emberek így kopogtak le az ablakon, így drukkoltak, de nem hallották, hogy én kérdeztem, hogy merre kell menni. Na, így ez volt így a vége, tehát nem volt egy katartikus élmény. Amikor ráfordultam az utcára, akkor úgy örültem, de annak, hogy uff, vége, mindjárt vége. Tehát, hogy őszinte leszek, így nem volt katarzis. Tehát valamiért visszamennék az ez. Hogy legyen meg az a katarzis, hogy ott az emberek állnak kint, és befutok. Tehát itt az volt, hogy vihar miatt mindenki bemenekült, egyedül a Kozma Zsolti jött szembe az utcán egy papucsba, és kereste a hotelt, erről előttem futott, de nem sokkal. Ez körülbelül ennyi, meg a segítőim hoztak egy ilyen zászlót, amit így rám terítettek, de annak csak azért örültem, mert melegebb volt. És akkor hát azon a pár lépcsőfokon is alig bírtam fölmenni, szóval tényleg nem volt katarzis, és pici volt a szobor, egész más, mint amit én így gondoltam róla, meg elképzeltem. De hát nyilván aztán úgy azért kezdtem felfogni a dolgokat, mikor megkaptam a kis koszorút, ott van mögöttem. Az már azért... Az már jó volt. Az már jó volt. Hú, hát ez nagyon érdekes volt igazából. Ahogy mesélted, az úgy le is játszódott a szemem előtt, mintha az lehet, útát láttam volna. Volt, elnézést kérek. Hát figyelj, aki ezt megnézi, az azért nézi meg, mert érdekli. Akit meg ennyire nem érdekel, az meg nem fogja megnézni. Úgyhogy ez teljesen jó volt, ahogy elmondtad. Mert ha kevesebbet mondtál volna, akkor nem tudtam volna ennyire elképzelni, hogy mi mentél keresztül. Ha meg még részletesebben mondod el, én azt se bántam volna. Nekem igazából egy kérdésem van, hogy említetted azt a cseréplehullós történetet, hogyha ott mégis feladod, akkor most azt bánnád? Hát nagyon. Persze. Akkor ez nem kérdés, hogy jól döntöttél. Nem, nem. Hát így, hogy nem hullott a fejembe cserépni, nem dölt ki az oszlop, meg nem rám csavartak ki a fát a szél. Valamiért azt éreztem, hogy nem lesz gond. És így nem tudom megmagyarázni, és nem is lett. Tehát, hogy ott már éreztem, hogy itt végigmegyek. Ugyan a szintidővel soha nem voltam még versenyen úgy, hogy szorongatott volna a szintidő. Itt egyszer a segítőim rosszul számolták ki szegények, hát ők is hullafáradtak voltak. Ez teljesen természetes. Rosszul számolták ki az időt, és mondták, hogy igyekezzek már, hogy nehogy kicsúszak a szintidőből, és elmondták, hogy mennyivel kéne menjek, hogy meglegyen a szintidő, és emlékszem, hogy így ráfeküdtem ezerrel, így a szél, szembe fújt a szél, és így ráfeküdtem ezerrel, hogy mennem kell, ennyivel, és ránéztem az óramra, és nulla volt. Akkor azt éreztem, hogy nem érek be, mert nem fogok szintidőn belül beérni, de hát aztán, tudom én, egy közel 2 órával hamarabb beértem, úgyhogy azért nem volt úgy pont, hát nem voltam gyors, de én örülök ennek, teljesen jó. Erika, ez egy szuper beszámoló volt. Még egy kérésem van így a végére, hogy
Hát majd valamikor én is megyek, így ne feltétlenül nekem szegezd a választ, de azoknak, akik tervezik a spartatlont, mit tudnál javasolni, milyen tanácsot tudnál adni? Akár a felkészüléssel, akár ha kijutnak, akkor a versennyel kapcsolatban. Hát egyetem a kijutáshoz sok sikert kívánok neki, és kezdjenek el, nem tudom, lottóz, vagy ne lottózni, de vagy valami, nem tudom, milyen szerencse, vudú trükköket bevetni. Ez az első. Hát a második, ugye felkészüléshez szerintem egy ekkora versenyre, tehát attól függ, hogy nyilván mi a cél, hogyha most úgymond csak a teljesítés, most erősen idézőjelbe téve a csakot nyilván, akkor ugyanúgy kell rá készülni, mint egy Ultra Balatonra, tehát edzésben körülbelül ugyanaz, azért fussanak emelkedőket is, mert az a szerpentines rész az ott 100 kilométer után az erős, tehát hogy, és nem a hegy, mert azon úgy túl vagy, de azért az ott szét tud szerintem, aki nincs ahhoz szokva, hogy fölfelé menjen, az szétszedi, én azt gondolom. Tehát ott szerintem sokan azért is adják föl ott a hegynél, nem csak a hegy miatt, hanem azért, mert ott előtte mentek föl nagyon hosszan, és ez nagyon kimerítő. Hát akkor készüljenek a melegre, mert azért nagyobb rész melegben van ez a verseny, és azért ott előtte ott van a nyár, ahol lehet melegben edzeni, be lehet vetni a speciális dolgokat, hogy délben kimenni, meg beöltözve, meg ilyesmit. Szerintem ezt így érdemes. És élvezzék a felkészülésnek minden méterét. Tehát a felkészülést is már felhasználhatják arra, hogy fejben elképzeljék, hogy ott vannak, és nem tudom. Mert én rengetegszer megnéztem ezeket az összes videót, nekem az segített, vagy így jó volt. Tanulmányoztam az útvonalat, a szintrajztól elkezdve mindent. Tehát szerintem így nagyon rá kell így hangolódni, és nagyon kívánni kell, és szeretni kell, és akkor meg is lesz. Szuper, hát remélem, hogy egyszer majd mindenkinek sikerül, aki tervezi. Én is. Jól van, Erika, köszönöm szépen, nagyon, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Még Örülök neki. vissza fogunk térni témákkal. Köszönöm, hogy időt szántál rám, és hogy tudtunk beszélgetni, és további jó felkészülést, hogyha van valamilyen verseny, amire elmennél, és nem mondod el, mert még titkos, akkor azt érd el, és sikerüljön az is, és majd arról is készítünk egy kis beszélgetést, egy beszámolót. Hát Köszi szépen! az nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Köszi szépen az egészet! Szia, szia! Köszönöm, szia! Tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.